Nógrád község önkormányzata nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm elsősorban lengyel barátainkat, Renskavis település polgármesterét, Marian Wojciechowskit. Polgármester helyettesét, Jan Domeket. Az önkormányzati tanács elnökét, Krisztián Flégelt. A poborsói tűzoltókat, és a küldöttség minden tagját. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a jeles napon itt vannak mindazok képviselői, akikkel régebben kötöttünk testvértelepülési megállapodást. Felső Túrról sajnos a Csahula Tamás polgármester úr nem tudott eljönni, de nagy szeretettel köszöntöm a Felső Túr képviselőjét. Szeretettel köszöntöm Civakháza népes küldöttségét is, Élükön Hegyes Zoltán polgármesterrel. És idegenből érkezett vendégeink után nagyon nagy szeretettel köszöntöm Balla Mihály urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. A helyiek közül először polgármesterünket, Szórád Gyulánét illeti a köszönet. Alpolgármestereket, önkormányzati képviselőket is nagyon nagy szeretettel köszöntöm. És természetesen nem maradhatnak le az üdvözlésből a nógrádi tűzoltók. Élükön Lestján József parancsnokkal. És vendégeink mellett természetesen szól az üdvözlés minden kedves nógrádinak. Kérem kedves tolmácsunkat, Priszler Györnét, hogy fordítsa le az általam elmondottakat. W imieniu samorządu gminy Nograd mam ogromny zaszczyt powitać przede wszystkim przyjaciół z Polski, wójta gminy Reńska Wieś, pana Mariana Wojciechowskiego. Zastępcę wójta pana Jana Domek i przewodniczącego Rady Gminy pana Krystiana Flegelta, strażaków z Poborszowa i wszystkich uczestników delegacji. Jest nam niezmiernie miło, szczególnie w tym wielkim dniu, powitać delegację z braterskiego miasta Felsotur, na których czele stoi starosta Tamasza Sztyakula. Serdecznie przepraszam za przekręcenie być może nazwiska. Witam też serdecznie pana burmistrza wsi i gminy Civakháza, pana Zoltana Hegyes wraz z swoją delegacją. Witam bardzo serdecznie posła parlamentarnego naszego powiatu, pana Michała Bala. Serdecznie witam zgromadzonych tutaj mieszkańców, a przede wszystkim przedstawicieli kościołów. Witam serdecznie wójta gminy Szoraj Gyulanej, zastępców wójta, przedstawicieli gminy i strażaków Komitetu Nograd. Serdecznie witam wszystkich naszych gości z Nogradu. Ünnepségünk kezdetén hangozzanak el a himnuszok, a két nemzet himnuszai, először a lengyel himnusz, azt követően pedig a magyar himnusz.
házigazdaként először Szórád Gyuláné polgármestert kérem szólásra. Kedves lengyel küldöttség, kedves testvértelepüléseink képviselői, tisztelt képviselő úr, kedves nógrádiak! A mai nap jubileumi 15. őszi vigalmunk második napja, amely egyben testvértelepülési találkozó is, hiszen itt vannak testvértelepüléseink küldöttei is, és nevezhetem a magyar-lengyel barátság napjának is, hiszen együttműködési megállapodást fogunk aláírni vendégeink és Nógrád részéről. Mondandómat egy Stanislav Warceltól vett idézettel kezdem. Magyarország és Lengyelország két örök életű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódnak és láthatatlanul egybefonódnak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele. Itt a történelmi helyen, az egykori Nógrád vármegye központjában szeretnék rövid áttekintést adni a két nemzet főbb történelmi kapcsolódási pontjairól. A két állam több mint 1000 éve körülbelül ugyanabban az időben jött létre, és szinte egy időben vette fel a kereszténységet, és lett koronás uralkodója. Az első évszázadokban Magyarországon az Árpádház, Lengyelországban a Piast dinasztia uralkodott, és házasságkötések folytán többször össze is kapcsolódott. Szent László évében meg kell említenem eme jelentős királyunkat, akinek nem csak az édesanyja volt lengyel hercegnő, de Lengyelországban is született. Aki ellátogat a Vielicskai szóbányába, megtapasztalhatja, hogy Szent Kingát, a lengyel királynét, Lengyelország védőszentjét, IV. Béla királyunk lányát ma is milyen tisztelet övezi. Manapság sokat hallani a visegrádi találkozókról, ennek előzménye, hogy 1335-ben itt találkoztak a térség három országának királyai, lengyel, cseh, magyar, és szövetségre léptek egymással. Az Anzsú uralkodók idején is szoros kapcsolat volt a két ország között, hiszen Nagy Lajos királyunk a personálunió következtében nem csak magyar, hanem lengyel király is volt. Lengyel katonák is részt vettek abban a háborúban, amikor hazánk területe felszabadult a török uralom alól. Mindenki számára közismert Bem tábornok neve, aki részt vett a magyarok szabadságharcában, azonban rajta kívül más lengyelek, Dembinszki altábornagy és egy egész lengyel légió is fontosnak tartotta, hogyha a helyzet úgy kívánja, vérét áldozza a magyar szabadságért. Az üldözötteket befogadta mindkét állam, például Rákóczit a bécsújhelyi börtönből történő szabadulása után a lengyel honfogadta be. Magyarország pedig otthont adott sok ezer lengyel honfitársunknak, amikor 1939-ben menekülniük kellett. A közelmúlt történelméből úgy gondolom mindenki ismeri azt, amikor a két nép 1956-ban kiállt egymás mellett az elnyomó diktatúrával szemben. Ma is nagyon fontos népeink barátsága és együttműködése. Több száz éves történelmi barátságunkat erősítjük meg ma azzal, hogy a testvértelepülési együttműködést írunk alá Renskavis és Nógrád önkormányzatai között. Eddig csak a koborsói és a nógrádi civil szervezetek a tűzoltók között volt baráti kapcsolat. A mai napon ebben a barátságban tovább lépünk, és hivatalossá tesszük önkormányzataink együttműködését, testvéri kapcsolatát. Ez a nemes cselekedet úgy érzem fontos lépés annak érdekében, hogy ennek a két tölgynek a gyökere általunk még jobban összekapcsolódjon. Bízom abban, hogy a most megkötött megállapodásaink a jövőre nézve is meghatározzák együttműködésünk és barátságunk alapját. Végezetül azt kívánom, hogy szálljon áldás a lengyel és a magyar nemzetre. Az anyagiakon túl erősödjenek meg a benne lakók hitben és szeretetben. Éljen és virágozzék soká Renskavis, éljen és virágozzék Nógrád, és gyümölcsöző legyen kettőnk együttműködése és barátsága. Drodzy polscy delegaci, drodzy mieszkańcy Nógrádu, radni węgierscy i polscy,
Już po raz 15 obchodzimy festyn z okazji winobrania i to dzisiaj łączymy go z przyjaźnią polsko-węgierską. Stanisław Worcel, poeta o przyjaźni obu krajów, tak pisał. Węgry i Polska wyrosły ze wspólnych korzeni biegunistego dęba, z którego korzenie rozrastały się wspólną drogą. Jeden sięgnął na północ, a drugi pozostawał na miejscu. Pozwólcie, że krótko przedstawię wspólną historię obu narodów. Sięga ona 1000 lat tradycji polskich i Węgier. Myślę też, że rok 1956 w rewolucji Polacy stanęli obok Węgrów przeciw komunistycznej dyktaturze. Ta długa historia obu narodów miała wpływ na kontakty Ochotniczej Straży Pożarnej tak z reńskiej wsi, jak i Nogradu. Dzisiaj te więzi zacieśnią się poprzez podpisanie wspólnej umowy obu urzędów gminy Nowa Wieś i Nogradu. Mam nadzieję i jestem pewna, że kontakty obu gmin będą bardzo ożywione tak w dziedzinie kulturalnej, jak i gospodarczej. Niech żyje i rozkwita przyjaźń polsko-węgierska. Niech żyje i rozkwita gmina Reńska Wieś. Niech żyje gmina i rozkwita gmina Nograd. A lengyel aláírók részéről kérem, hogy Marián Wojciechowski, Reńska Wieś polgármestere mondja el beszédét. Szanowny panie pośle, pani burmistrz, szanowni radni i radne gminy Nograd, szanowni goście i mieszkańcy tej gminy. Kedves jelenlévő, tisztelettel köszöntöm a polgármester asszonyt, képviselő urat, polgármestereket és minden nógádi lakót, minden vendéget. Pani burmistrz w sposób bardzo piękny przedstawiła w sumie piękną historię przyjaźni polsko-węgierskiej. Przyjaźni, która była pisana przez bardzo wiele wieków przez oba nasze narody. Polgármester asszony nagyon szép történelmi vonalat mutatott be, ami valójában úgy is volt, ami a két nép között megalakult. Historię tę pisali żywi ludzie, ludzie, którzy zamieszkiwali oba te narody i cieszę się bardzo, że dzisiaj my w dniu dzisiejszym do tej historii możemy dopisać kolejną kartkę. Kartkę, którą tworzą dzisiaj żyjący, czyli mieszkańcy gminy Nograd i mieszkańcy gminy Reńska Wieś. Nagyon örülök, hogy a mai napon ezt a szerződést aláírjuk a két város, Reńska Wieś és Nógrád városok között. Zawsze takie wydarzenia historyczne dokumentuje się różnymi znakami. W przeszłości były budowane pomniki. Dzisiaj my z tej okazji zasadziliśmy drzewo, które będzie rosło. Została odsłonięta tablica, ale te symbole takie rzeczowe nie byłyby nic warte, gdyby nie ludzie. Ludzie, którzy swoją przyjaźnią, swoim sercem tworzą te dobre stosunki między narodami. Tegnap elültettünk egy fát, felszenteltünk egy táblát. Annak jeléül, hogy a két barát, lengyel és magyar összetart. De ennek a lény nem ez a lényege még, hanem az, hogy a két nemzet jó barátságban éljen együtt. Gmina Reńska Wieś posiada umowy partnerskie z 6 różnymi gminami, już do tej pory podpisane. I zawsze, za każdym razem było tak, że najpierw podpisywano umowę, a potem rozwijała się ta współpraca i te przyjaźnie. Tu w tym przypadku mamy po raz pierwszy trochę inaczej. Najpierw powstawały przyjaźnie między ludźmi, pomiędzy strażakami z Nograd i strażakami z Poborszowa, a dzisiaj po
10 latach tej współpracy podpisujemy umowy między gminami. A barátságok jelképeként mindig úgy szokott lenni, hogy először aláírjuk az együttműködési szerződést, és utána kialakul az összetartozás. De most ez nem így történt. Megismertük a barátunkat, a magyar népet, és most aláírjuk majd a szerződést. Jeżeli tak prześledzimy historię tych naszych umów, to myślę, że ta droga, którą obraliśmy tutaj w przypadku Norgrad, będzie lepsza. Jestem pewny, że te przyjaźnie, które już są, będą pączkowały, będą się rozrastały, tak jak to posadzone wczoraj drzewko, i że za kilka lat będziemy mogli pisać o wiele bogatszą historię tej przyjaźni polsko-węgierskiej. Bízom abban, hogy a barátság által a történelem folytatódik, és úgy, mint a töltfa, mi is növekedni fogunk. Życzę mieszkańcom gminy Norgrad, żeby jak najwięcej przyjaźni zostało zawartych pomiędzy nimi a mieszkańcami naszej gminy. Życzę też, aby współpracowały nie tylko strażacy, ale żeby współpracowały również szkoły, może sportowcy i wiele innych organizacji. I tak właściwie jestem przekonany, że tak będzie. Szerződés által a barátság úgy, hogy a sport az iskolákkal és a többi intézményekkel nagy barátságba fog kerülni, és megismerjük még jobban egymást. A kończąc, życzę wszystkim dzisiaj tutaj przyjemnego pobytu, przyjemnego udziału w tej uroczystości i szczęśliwego takiego udanego popołudnia. Dziękuję. Most befejezem mondandómat, és mindenkinek jó egészséget, és további jó együttműködést kívánok. Polgármester úr már említette az együttműködés lényegét, mivel maga az együttműködési megállapodás nem túl hosszú, szeretném ezt önökkel ismertetni. Kívánságunk oka az volt, hogy a két nemzet és ezáltal településeink baráti és testvéri együttműködésének részévé válhassanak, ezzel támogatva a térség békés boldog jövőjét. Az együttműködés célja önkormányzati tapasztalatcsere különböző területeken a helyi intézmények, szervezetek és egyéb szervezet, községben működő szervezetek között. Diákcsere szervezése, tanulók, tanárok, végzős iskolai diákok, valamint községben lévő oktatási intézmények közötti kapcsolatok támogatása. A két község és közösség kezdeményezéseinek támogatása mind kulturális, sport, illetve kikapcsolódás céljából. A községek kulturális örökségeinek népszerűsítése kiállításokon, felolvasásokon, népművészeti bemutatókon, művészeti folkról együttesek támogatásán keresztül. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, egymás közti segítségnyújtás az Európai Uniós támogatások elnyerésében. Lengyelül is a lényegét elmondja Hosa. Tak doszliśmy do bardzo ważnej chwili, jakim jest porozumienie o współpracy pomiędzy samorządem gminy Nograd i samorządem gminy Reńska. Obie strony deklarują chęć współpracy, mając nadzieję, że ta współpraca stworzy taką wieś, która będzie mieć na celu rozwój i ożywienie kulturalne. Cele tej współpracy brzmią w 5 punktach następująco. Po raz pierwszy wymiana samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach życia pomiędzy lokalnymi instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi na terenie obu gmin. Organizacja wymiany młodzieży, wspieranie kontaktów pomiędzy uczniami i wychowankami szkół oraz placówek oświatowych obu gmin. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych obu gmin o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.
popularyzacja dziedzictwa kulturowego obu gmin poprzez wystawy, odczyty, prezentacje sztuki ludowej, współpracę zespołów artystycznych i folklorystycznych. Po piąte i ostatnie, udzielenie wzajemnej pomocy przy staraniach się o środki pomocowe z Unii Europejskiej. Nowograd, 24 września 2017 rok. Kedves jelenlévők, most érkezik el az az ünnepélyes pillanat, hogy az ismertetett együttműködési megállapodás aláírásra kerül. Kérem tehát Szórágyi Gyuláné polgármesterasszonyt, Marian Wojciechowskit és Krisztián Flégert, hogy fáradjanak ide, és lássák el kézjegyükkel a megállapodást. Thank you.
polgármester asszony a mai nap emlékére egy ajándékot fog átadni a testvértelepülések képviselőinek és Balla Mihály úrnak, országgyűlési képviselőnek. W tej chwili jest wręczenie, jak to przy takiej bardzo świątecznej, ważnej chwili, wręczenie takich pamiątkowych podarunków, jak również otrzymują nie tylko ci starzy przyjaciele od 10 lat strażacy, ale i również parlamentarzysta, który w tej uroczystości uczestniczy. Ajándékozunk minden testvértelepülésünknek, most már akik testvéreink lettek, egy címerrel ellátott borítót és benne nógrádi kiadványokat. Bardzo ważne są prezenty, czyli tak zwane herby Nogradu. Otrzymał oczywiście sołtys z naszej gminy Reńska Wieś i z przyjaznej gminy na Słowacji. Címerrel ellátott tárgyakat Révi Bernadett készítette, nagyon szépen köszönjük neki. Most pedig országgyűlési képviselőnket, Balla Mihály urat nagy tisztelettel felkérem, mondja el gondolatait. Szép jó napot kívánok mindenkinek, Jane Dobe. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és külön öröm számomra, hogy most egy ilyen jeles alkalommal lehetek itt Nógrádon. Legfőképpen azért, mert olyan nemzetnek a képviselőivel kötöttek most itt Nógrádon együttműködést, akik valahol nagyon ott vannak a szívünkben. És amikor nézzük a történelmünket, végig gondoljuk, hogy mi is történt az elmúlt 1000 évben, és mi történik napjainkban, azt láthatjuk, hogy ebben a világban és Európában Magyarország és Lengyelország nagyon mélyen együtt tud működni. És amikor kicsit hosszadalmasra sikerül egy ilyen ünnepség, annak az igazi oka az, hogy több nyelven kell megszólalni, de én azt gondolom, hogy itt most egyetlen egy nyelv van, amin szinte mindenki megszólal, ez pedig a szeretet és a tiszteletnek a nyelve. Hiszen mi magyarok sokat köszönhetünk lengyel barátainknak, és tudjuk jól, hogy mi is sok áldozatot hoztunk lengyel emberekért, a lengyelekért, és ez így volt mindig is, és ez így van ma is, hiszen a Lengyelország szintén egy olyan ország itt a visegrádi négyek együttműködésében, egyrészt a szlovákokkal és a csehekkel egyetemben, hogy nagyon nagy kihívásoknak kell megfelelnünk, és nagyon sok nehéz döntést és felelősségteljes döntést kell hoznunk közösen. És én azt látom, hogy ma Európában, és ugye amikor meghallgattuk az Európai Unió himnuszát, ami tulajdonképpen az érdekesség az, hogy Beethoven 9. szimfóniájának az örömódája, ami azért furcsaság, hogy a szimfónia az egy zenekari mű, csak Beethoven azt mondta, hogy ő szebb hangszert nem tud az énekszónál, és ezért írta meg az örömódát. És annak ugye a szövegében van egy részlet, hogy lángolj fel a lelkünkben szép égi szikra, szent öröm. És amikor így együtt vannak közösségeink, együtt vannak a településeink, akkor én azt gondolom, hogy ez a szikra, ez az öröm, ez ott van most mindenkinek a lelkében. És engedjék meg, hogy lengyel barátainknak külön megköszönjek még egy nagyon fontos dolgot, amit én itt Nógrád megyében, és itt a szlovák határhoz közel nagyon fontosnak tartok. Múlt héten végre 60 év után tényleg a megérdemelt helyére tudták újra temetni Eszterházy János grófot, akinek lengyel édesanyja és magyar édesapja volt, és meg kell köszönjem az ottani, az alsóbodoki celtartáson, meg kell köszönjem a lengyel barátainknak, akik egyrészt az egyház képviseletében a krakói érsek celebrálta
a búcsúztató misét, a misét, a szent misét, és nagyon sok lengyel barátunk jött el, hiszen tudták jól, hogy számunkra magyaroknak és számukra lengyeleknek ez egy nagyon-nagyon fontos esemény. És amikor ilyen események összekötnek bennünket, és ráadásul még a településeink itt Nógrád megyében sorra találnak testvér településeket, akkor én azt gondolom, hogy a nagy politikán túl, hiszen én, mint a Külügyi Bizottság alelnöke rendszeresen találkozom lengyel barátainkkal különböző rendezvényeken és találkozókon, ez a úgymond a politikai életen túl sokkal fontosabb az, hogy az emberek, a helyi közösségek, települések, egyházi közösségek, civil szervezetek, akár a tűzoltók, vagy akár a különböző olyan szervezetek, egyesületek, akiknek valamilyen köze van egymáshoz, én azt gondolom, hogy nagyon nagy jót tesznek mindkét, vagy minden olyan néppel, ahol testvértelepülési megállapodás születik. Én ez a mai naphoz külön gratulálok polgármesterasszonynak és a helyi önkormányzatnak, és külön köszönet lengyel barátainknak, hogy itt vannak velünk, és bízom benne, hogy a jövőben nem csak a sport, nem csak a kultúra, hanem az élet minden területén testvérekre találunk bennük. Hát én ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, nagyon sok sikert, és én azt gondolom, hogy ilyenkor a Jóisten áldását is kérhetjük arra, hogy ez a testvéri együttműködés az éveken keresztül, a következő évtizedekben meghatározza ennek a két településnek a mindennapjait. Köszönöm szépen a figyelmet! Próbuję króciutko streścić bardzo ciepłe i gorące słowa skierowane przez parlamentarzystę Michała Bola, który skierował się nie tylko tutaj do przedstawicieli obu gmin, ale i również do Was wszystkich tutaj zgromadzonych na tej uroczystości. Przede wszystkim zawsze nam ta różnica językowa sprawia kłopoty, ale tutaj podkreślił, że właściwie tych kłopotów dużych nie ma, bo jeżeli ktoś gorąco przyjmuje swoich gości, to jest obojętnie jakim językiem włada, to i tak wyczuwa się, że ten język nie jest wielką przeszkodą. Nawiązał, ponieważ Polacy zawsze byli wypróbowaną taką grupą przyjacielską Węgrów, więc nawiązał nie tylko do tak zwanej czwórki wyszehradzkiej, gdzie spotykają się Czesi, teraz Słowacy, Polacy i Węgrzy, ale i również do 60. rocznicy pogrzebu hrabiego Janosza Esterházyego, który był w bardzo uroczysty sposób pochowany w jego majątku koło Nitry, i który był, prawda, bardzo uroczyście na mszy świętej pogrzebowej tam pochowany i celebrował biskup z Krakowa. Także było to wielkie, wielkie wydarzenie, świadczące również o tym, że Polacy zawsze solidaryzują się w takich czy większych, czy mniejszych uroczystościach z Węgrami. No i oczywiście życzył wszystkiego dobrego. W tej dzisiejsza umowa i współpraca pomiędzy obu gminami niech zaowocuje na każdym dosłownie polu dziedzictwa obu tych gmin. Van egy polgármester, aki fizikailag most távol van tőlünk, de gondol ránk, és tulajdonképpen indikátora volt a kapcsolatfelvételnek. Ő nem más, mint Alcsák Ignác Szendehelyi község polgármestere. Az ő gondolatait szeretném tolmácsolni az itt jelenlévőknek. Levelét Szórád Gyulánéhoz és a Nógrádi képviselőtestülethez, valamint Marian Wojciechowskihoz és a Renska-Viesi képviselőtestülethez, továbbá a nógrádi és koborsói önkéntes tűzoltókhoz intézi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szívből gratulálok a ma létrejött testvértelepülési megállapodás megkötéséhez. Biztos vagyok abban, hogy a hivatalossá tett testvértelepülési megállapodás újabb lendületet ad a települések közötti együttműködésnek, és új lehetőségeket nyit
minden résztvevő számára. A több mint 10 éves többpólusú együttműködés Nógrádi Tűzoltó Egyesület és Pogorsói Tűzoltó Egyesület, Renskavies és Szendehely között, ugyanis Szendehelynek már testvértelepülése Renskavies, közös gondolkodást, szakmai tapasztalatcserét, örömteli vidám órákat és őszinte barátságot hozott. A találkozók alkalmával Renskavisben, Pogorsóban és Nógrádon is összetartó, jókedvű, őszinte emberekből álló közösségeket ismertem meg. Nógrádon Dávid Barbara és Lestján József által vezetett csapat, Pogorsóban Artur Szegrodnik és Zbigniew Bystrzycki csapata alapozza meg a mai napot. Számomra ők nyújtják a garanciát a folytatásra. Másik biztosítéka Szórád Gyuláné polgármesterasszony és képviselőtestülete, Marian Wojciechowski polgármester és Renskavies képviselőtanácsa. Mindkét település, Szendehely és Nógrád is megbecsüli Jan Domek úr munkáját, aki évtizedes kapcsolatban mindig új gondolatokat hozott és új lehetőségeket teremtett. Tisztelt hölgyeim és uraim! Bár földrajziak, távol vagyok, gondolatban és szívemben itt vagyok önökkel, és kívánom, hogy jó együttműködést hozzon a most aláírt megállapodás. Alcsák Ignác polgármester! Szanowna Pani Wójt Nogradu, Szanowny Pan Wójt Reńskiej Wsi, Radni z Nogradu, z Ochotniczej Straży Pożarnej, Szanowne Panie i Panowie, pragnę pogratulować z okazji podpisania umowy obu gmin i życzyć owocnej współpracy. Już minęło 10 lat od kontaktów Ochotniczej Straży Pożarnej z Reńskiej Wsi i Sendhej. Wielokrotnie spotykaliśmy się ze strażakami z obu wsi i z Pogorszowa. Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej z Nogradu Józef Lestian, przepraszam, z prezesem, z Dawid Barbarą, z komendantem, z Arturem Segrodnik, z Zbigniewem Puszczyckim z Pogorszowa. Mamy kontakty do dnia dzisiejszego. Gwarancją dalszych spotkań będzie podpisanie umowy obu wójtów gmin Reńska Wieś panem Marianem Wojciechowskim i panią Soraj Dziulany z Nogradu. Chciałbym podziękować panu Jonowi Domek, który przez 10-lecie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną z Nogradu i Sendhej zrobił bardzo wiele i dużo z nimi pracował. Szanowne panie i panowie, pozwólcie, że wniosę toast za współpracę i dalsze powodzenie w kontaktach z Ochotniczą Strażą Pożarną, tak z gminą Reńska Wieś, jak i Nograd. Niech dalej się ta współpraca toczy, jak to było dotychczas. Gratuluję i życzę powodzenia. Sołtys Alcak Ignac. Kedves jelenlévők, a mai nap sajnos egy búcsúzás is. Személyesen szerettünk volna elbúcsúzni Csahula Tamástól, Felsőtúr polgármesterétől, aki a hónap végével lemondott tisztségéről. Sajnos, mivel nincs itt körünkben, ezért most itt köszönjük meg neki azt a testvéri, igazi testvéri szeretetet, amit 2011-től tapasztaltunk tőle. Hiszen mikor Felsőtúrba látogattunk, vagy ők jöttek ide, mindig gyümölcsöző volt együttműködésünk, és igazi testvéri szeretet alakult ki a két település között. A várjátékok megrendezésekor mindig meghívtuk, szeretettel részt vett, és úgy gondolom, az Ipolyon túrról képviselte elszakított testvéreinket, és meleg szívvel, meleg hangon szólt az egybegyűltekhez.
Mivel személyesen nem lehet itt most közöttünk, ezért gondolatban elköszönünk tőle, és kérem, hogy az elmúlt 2011-től történő munkáját egy tapssal jutalmazzák. És végül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak. Köszönetet egy szolgálatért. Egy olyan 15 éves szolgálatért, amely itt indult, mondhatnám ezeken a deszkákon, de ezen a színpadon. Ugyanis október hónapban 15 éve lesz annak, hogy Szórád Gyuláné polgármesterré választotta Nógrád község. Én úgy gondolom, hogy azért van itt a helye a köszönetnek, hiszen a testvértelepülési kapcsolatokat a vállán vitte, és bízom benne, hogy ezután is ezt fogja tenni, és a vezetőnek a munkáját mindig kritizálják. Én most köszönetként átnyújtok a 15 évre 15 szál virágot, és köszönöm azt, hogy az elmúlt évek alatt munkatársa lehettem. W pierwszej części podziękowano panu Tomaszowi Sztychule za współpracę od roku 2011. A w tej chwili pani wójt Nograd podziękowano za pracę, która rzeczywiście się wielce tutaj okazała i ma wielkie sukcesy, chociażby i w podpisaniu tutaj umowy obu gmin. Cibokházi polgármester úr szeretne szót kérni és szólni önökhöz. Kedves polgármester asszony, polgármester úr, szívből gratulálok Cibokháza önkormányzati nevében a testvértelepülési megállapodás aláírásához, megkötéséhez. Én is úgy gondolom, nógrádi testvéreinket ismerve, hogy egy hosszú és gyümölcsöző kapcsolat veszi ezzel kezdetét. Rejszka VS település abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy olyan testvértelepülést választott magának, amelynek már vannak testvértelepülései, ezáltal egyszerre két féltestvér települése is lett, amelyhez gratulálok, és bízom benne, hogy ezen a kapcsolaton keresztül mi is megismerhetjük egymást. Első lépésként talán elhoztuk a tiszai halászlé ízét erre a rendezvényre, és a cibakháziak szeretetét is próbáltuk ebbe belefőzni. Köszönöm szépen! Cibakháza, pan sołtys chciał podziękować za współpracę z, oczywiście z Nogradem, z gminą Nograd. Jest bardzo zaszczycony, że mógł tutaj uczestniczyć w tak wielkiej, jakby nie było chwili, podpisania umowy pomiędzy Reńską Wsią i cieszy się, że miał okazję poznać i gratuluje oczywiście takiej umowy. Ma nadzieję, że pośrednio też będzie mógł kontaktować się z polską Reńską Wieś. Az ünnepségünk a szózat hangjaival fog zárulni. Mindenkinek továbbiakban jó szórakozást kívánunk!